Köszönöm szépen!
cserél, de a Jordi négy naótája kellene vissza.
csomó metre volt a vágyal. Thank you.
elég rég a dobogép mindenből. Thank you.
Thank you.
Mi vagyok, hogy van egy gól, elmondom, hogy azt tudom, és a
Sziget-Szent Miklós hőjendék és kosárlabda mérkőzés előtájékoztatóján vagyok a mérkőzés után. A hazai csapattal fogjuk kezdeni. Először a hazai csapat játékosát szeretném megkérni, hogy értékelje a mérkőzést. Krisztán lesz a few words, how was the game for you? Obviously, we are a stronger team, but we every team comes here, we were champions, they want to fight, they want to show, and first quarter, this is what it was, the score wasn't such a big difference, but for us, bigger goal is upcoming Wednesday game. We have to get in our rhythm, so far we are playing up and down, so we have to control our, when we're playing good, and don't let us go in a hole and make some stupid turnovers, let for other team to get offensive rebounds. So it's more about how we play. So we're focusing on that. I'm so happy that young players can play. They play today really good, and it's a good chance for them. But for us, we think in our minds about Wednesday's game. Mi voltunk az esélyesebb csapat, viszont ide minden csapat úgy érkezik a DVTK arénába, hogy a regnáló bajnok otthonába érkezik, ezért meg szeretné mutatni a tudását, és nagyon keményen küzd ellenünk minden csapat. Az első negyedben
sok pontot engedtünk nekik, aztán megtaláltuk a ritmusunkat, és jó ritmusban szoktunk, tudtuk folytatni a játékot, ezt kell megtartanunk, és valójában már a következő szerdai Euroliga mérkőzésre is készültünk egy kicsit, és fejben már talán egy picit arra fókuszáltunk. Amit még kiemelt, hogy fontos arra koncentrálni, hogy a jó periódusokat tovább fent tudják tartani, és kevesebb rossz periódus legyen egy mérkőzésen. Völgyi Péter vezetőedőt szeretném megkérdezni értékelésre. Amit terveztünk, azt szerintem megcsináltuk jól ezen a mai meccsen. Örülök, hogy a fiatal játékosok megint sok játékpercet tudtak kapni, és remélem, hogy is éltek vele. Egyetértek a Monival, hogy minden, tehát most már egyáltalán közelik az Euroliga rajtja, szerintem nagyon várja a csapat, és kicsit már oda fókuszált tegnap érzésem főleg, a mai mérkőzésem kevésbé, de már azért oda-oda pillanatot, hogy tudjuk, hogy ennél sokkal jobb játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy Franciaországba tudjunk nyerni, nagyon várjuk már azt, hogy teljes csapattal tudjunk edzeni, illetve elmenni ezekbe a mérkőzésekbe, az Alex Google és a Bahonina visszatérése beszélek, és majd kicsit hosszabb távon mondtam a Petrájról, és azt gondolom, hogy akkor jó kis sorozatunk lehet az idén is a nemzetközi kupa. Itt az elején vannak a könnyebb bajnoki mérkőzéseink, remélem, hogy ugyanilyen fegyelmezetten fogunk játszani az összesen. Van-e valakinek kérdése? Hát én tőled szeretném megkérdezni azt, hogy két sikerrel megvívott bajnok, ezt már részben egy picit kitértél, de egy ilyen elő szobájának tekintetted az Euroligának, egy fő, vagy úgy tetszik egy ilyen fő ráhangolódásnak, hogy most kezdődik majd az Euroliga felkészülés, és a bajnoki az bajnoki volt. Ez külön tervezhetik. Az utolsó lehetőségünk, hogy más ellenfélel tudjunk dolgozni, mert hétfő este már útra kerülünk Franciaországba, hogy odaérjünk a mérkőzésre, meg ott tudjunk előtte még edzeni egyet, ezért ezek a mérkőzések nyilván arra szolgálnak, hogy kicsit próbálunk előre is gyakorolni, de másfajta vélekedést fogunk kapni, más játékosok lesznek, úgyhogy igazából saját dolgainkkal próbálunk ilyenkor legtöbbet foglalkozni, tudom mondani, hogy kiemelt, hogy felsőségesen adott labdák, ez mindenképpen kulcs lesz ott is, ahogy lepattanom párhoz is, és hát nyilván amíg nem találtunk be ezen a mai mérkőzésen, három pontos van arról, hogy az üres érzetekkel megdolgoztunk és ott voltak, addig nehézkes volt a játékunk. Ebből minden szegmensben jobban kell játszanunk ahhoz, hogy egy mérkőzést idegenben Franciaországban tudjunk nyerni. Még egyet hogy kérdezek meg a bajnokihoz, mert az utolsó percben egy nagyon fiatal csapat volt fent, viszont nagyon jól játszottak, attraktívak voltak, pont erősek voltak. Neked hogy tetszett? Ez volt az egyik szerepennek a találkozónak, hogy szépen is, de percek egyik. Mindig mérkőzés közben alakul ki, hogy egyrészt a különbségnek is nyilván függvénye az, hogy melyik játékos előtte hogy teljesített, hogy szántotta fel a pályát, ez megérdemli ezeket a játékperceket, ahogy nem. És mindig van egy idősebb játékos, aki van a Tanics volt, aki a végjátékban fönn volt, egyébként a Kányási Verára hálult legtöbbször ez a hálás, vagy hálátlan feladat. Szerintem az nagyon fontos egy idősebb játékos életében, hogy a fiatalokat elgarnírozza. Örülök neki, hogy egy kicsit megnyitott ellenfél elemmel, az utolsó percben már BKG kicsit hitel hagyott a játszott. Ettől függetlenül nagyon szépen és jól tudtunk játszani, és ezt a közönségünk is meghálálta, mert szerintem nem bánta meg, mert egy nagy arányú győzelem volt, ettől függetlenül nem bánta meg senki, aki kiért a mai meccsen. Köszönöm szépen, én még Monikát is kérdeznék, kettő bajnoki után következik, hogy az Euroliga rajta, hogyan látja csapat helyzetét, hogyan érzi most így az utolsó napokat? We will play two games in the Hungarian Championship, and the next game is in the Euroleague. And how do you see the game, the state of the team, and how do you feel it? I feel better after this week. We are getting slowly to understanding how we should play. We are adjusting not only after the game but during the game too. But it's gonna be a tough game just because they are so fast. They have great shooters. So we have to learn how to not overhelp, how to control the game. So this is gonna be the key.
let us control the game, not them. So this is what we have to learn still. We are a younger team in our guard position. So they have to give the rhythm in defense and let them, they have to learn to push other player, not to do what she likes, but like let us control the rhythm. It's still, we're still learning, and I think it's gonna be a good test, because so far we only had one game who was closer. I don't know, I'm positive. Összességében pozitívan áll hozzá, pozitívan érzi a felkészülést, viszont azt kiemelte, hogy még sok mindent meg kell találni, például a saját ritmusát, a csapatnak a saját ritmusunkat. Ugye az elmúlt, most már három mérkőzésen egy olyan mérkőzés volt, ami szorosabb volt, és az Euroliga ellenfelünk a Basketland egy jól dobó csapat, nagyon gyorsan játszanak, és nagyon fontos lesz, hogy a DVT-ket tudja kontrollálni a mérkőzést, és azt történjen a pályán, amit mi szeretnénk, és nem az, amit az ellenfelünk szeretne. És pár szegmensében a játéknak még kell fejlődni, azt kiemelte még ezzel kapcsolatban például egy ilyen szegmens, hogy ne segítsük túl egymást, például ez egy fontos pont lesz a játékban, de összességében pozitívan értékeli, érzi ezt. Köszönjük szépen, gratulálunk a győzelemhez! Vendégcsapatértékelését fogjuk meghallgatni. Először a vendégcsapatjátékosát szeretném megkérni, hogy értékelje a mérkőzést. Először is szeretnék gratulálni a Diós Győrnek, de domináltak minket. Úgy gondolom, hogy az első negyedben még sikerült felvenni a versenyt, és sikerült valamennyire meglepni őket a védekezésünkkel, de utána teljesen szétestünk. Egy viszonylag kemény három meccsen vagyunk most túl, össze kell magunkat szedni, mert két meccs múlva a meccs következik, amiben már nem hibázhatunk ennyit. Köszönöm szépen, a vendégcsapat vezetőedzőjét is szeretném megkérni az értékelésre. Gratulálok a Dio Johnnek, természetesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Pedig úgy gondolom, hogy egyébként az első négyedben magukhoz képest még talán gyengében is játszottak, de sajnos ezt annyira nem tudtuk kihasználni. Nagyon gyermekek hibák voltak, és összességében úgy érzem, hogy talán ma játszottuk az eddig leggyengébb mérkőzésünket a szezon során. Az is biztos, hogy a csapat fáradt, nagyon kemény első négy mérkőzésünk van, úgyhogy valahogy fenn kell tartani a morált, tovább kell küzdeni, mert jövő héten egy győr otthonát megyünk, aki ugyanilyen bitangerőt képvisel, úgyhogy remélem, hogy ebből ki tudunk mászni, és jövő héten jól tudunk edzeni, és egy győr ellen egy sokkal jobb teljesítmény nyújtani. Köszönjük szépen! Kérdése van-e valakinek? Nincsen kérdés, nagyon szépen köszönjük!